Még májusban fogadta el a megyei közgyűlés az integrált területi program 2.0-ás változatát. Ismert, ez az anyag tartalmazza a helyben megvalósítandó területfejlesztési feladatokat. Olyan programlista, amely az összehangolt területi fejlesztések végrehajtásának alapjai a 2014-2020-as uniós programozási időszakban. A megyei közgyűlés pénteki rendkívüli ülése előtt Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos arról szólt, a kormány a nyár folyamán megtárgyalta és elfogadta a megyék és megyei jogú városok integrált területi programjait. Kiemelte, Heves megyébe a megyeszékhellyel együtt az új uniós ciklusban mintegy 50 milliárd forintnyi fejlesztési forrás jut az ősszel induló területfejlesztési operatív program keretében. Magyarország kormánya döntött arról is, hogy 2017. június 30-áig meghirdeti pályázatok formájában a 2014-20-as Európai Uniós fejlesztési ciklus teljes támogatási keretösszegét a vállalkozások és az önkormányzatok számára. Itt a cél egyértelműen egy jobb és gyorsabb támogatási rendszer. A tanácskozáson elhangzott, a most elfogadott dokumentum végleges, s tartalmazza, hogy a következő időszakban negyed, illetve fél évente a Heves megyét megillető több mint 41 milliárd forintos keretösszeg miként jelenik majd meg pályázatok formájában. Nagyon bízom benne, mint a közgyűlésen is elhangzott, hogy nagyon sok pályázó lesz Heves megyéből, nagyon sok projektjavaslat fog pályázat formában is megvalósulni, mert minél többen indulnak, annál biztos, annál nagyobb lesz a verseny, és annál jobb projektek tudnak megvalósulni a megyében. Mi nekünk alapvetően ez az érdekünk. A mostani döntéssel lehetőség nyílt a 2014-20-as uniós ciklus forrásait elosztó pályázatok kiírására, konkrét programok megvalósítására. A fejlesztés politikai kotta tehát kész, az első pályázati kiírások szeptemberben jelennek meg.